Elindult a szakrendelés az új járóbeteg ellátóközpontban. Ezt előzte meg a költözködés, hiszen a régi épületből azokat az eszközöket kellett áthozni, amelyek a korábban is működő szakrendelésekhez tartoznak. Pénteken, szombaton végeztük a költözködést, szeretném nagyon megköszönni munkatársaimnak, mert nagyon ügyesek voltak, és a rendelőket olyan helyzetbe tudtuk hozni, hogy szinte teljes ellátást tudunk nyújtani, tehát semmiféle fennakadás nincs. Vannak kisebb hiányosságaink, de ez azért van, mert az idő rövidsége miatt. Egyébként ezeket folyamatosan kezeljük, úgyhogy szerintem hát kell azért egy hónap, hogy egy új épületet belakjon az ember. Ez egy családi háznál is ugyanígy van, ez pedig egy nagy épület, és egyébként problémánk most nincsen. Nőgyógyászat, audiológia, szemészet, belgyógyászat, fizikoterápia és reumatológia. Ez csak néhány azok közül a szakrendelések közül, amelyek már működnek. Májustól új rendelések is beindulnak a betegellátó központban. A működő szakrendeléseket hoztuk át. Jövő hónap elejétől fog majd bőrgyógyászat indulni, és talán a sebészet is nagyobb óraszámba, illetve a többi új szakrendelést is folyamatosan, ahogy az orvosokkal meg tudunk állapodni, óraszám arányában fogjuk elindítani, természetesen ANTS engedélyfüggvényében. Egy hónappal ezelőtt adták át az új épületet a városban. Az akkori ígéret szerint ennyi idő alatt a működési engedélyek beszerzését követően elindulhat a szakrendelés. Sikerült betartani az ígéretet, köszönhetően az intézmény vezetőjének, orvosainak és valamennyi dolgozójának, akik az elmúlt hétvégét azzal töltötték, hogy átköltözzenek a régi rendelőjükből ide az új és szép körülmények közé, és ha kellett, akkor kétkezi munkával végezték ezt az átköltözést, hiszen gyakran a műszereket saját maguk hozták át, és állították be az új rendelőikbe. Nyugodtan elmondhatom, hogy a környék legszebb, legmodernebb, legjobban felszerelt rendelőjében kezdtük meg a szolgáltatást a pataki lakosok és a pataki kistérségben lakóknak a számára. Már az első rendelési napon sokan voltak az új központban. Jobb, tehát az épület a másik elavult volt, ez megfelel a kor követelményeinek. Nagyon jó, korszerű, vannak megfelelő, úgyhogy mindegyiket kiegészít. A régi, azaz a Comenius 20 szám alatti épületben maradt az iskola egészségügyi és a házi orvosi szolgálat. Ide költözik majd a fogászat és a védőnői szolgálat. Erre az épületre pályázatot szeretnének benyújtani a jövőben a korszerűsítés miatt, tette hozzá Keresztúri Ferencné.